Nyíregyháza épített öröksége előtt tiszteleg Gulyás Emil amatőrfotós, immár a negyedik hasonló témájú kiállításával. A tárlat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban nyílt meg a napokban Nyíregyházi séták 4 címmel. Fotózom a környezetemet, tehát a szülővárosomat, itt ahol felnőttem, Nyíregyházát nagyon szeretem, és nagyon szép utcák, terek vannak, műemlékek, műemlékjelű épületek, szobrok. Állandóan változik a város, és igyekszem ezeknek a változó körülményeit, szépségét megörökíteni. Hozzátette, a város épületeit, szobrait és tereit 1970-ben kezdte el fotózni, amit azóta is töretlenül gyakorol, nem pusztán hobbiból, hanem saját bevallása szerint szenvedélyből. Diákkorom óta fotózom, először a családomat, a barátaimat, utána pedig a Nyíregyházán található utcákat, tereket, úgyhogy van a kiállításomnak, mert ez a negyedik, a Nyíregyházi séták címmel negyedik kiállítás, és ott is szerepeltek a retro képek, tehát valamikor a Benz úr tér hogyan nézett ki, egy-egy épület hogyan változott, vagy újból festették, tehát mindig változik és szépül ez a város. Itt nőttem fel, szeretem nagyon, úgyhogy minden részét. Gyönyörűek a parkok, terek. Gulyás Emil fotóival arra törekszik, hogy megragadja, mi tesz jellegzetessé egy teret, mitől lesz jellegzetesen nyíregyházi egy utca, miért szerethető számára ez a város. És nem csak számára, hiszen a Kelet-Magyarországban évek óta rendszeresen jelennek meg a 70-es, 80-as években készített fotói. Bihari Albertné a kiállítás megnyitóján hangsúlyozta, Gulyás Emil nem csak fotóival, de állandó jelenlétével is a városi kulturális élet aktív résztvevője, alapító tagja a Városvédő Egyesületnek, tagja a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek és Olvasókörnek, valamint a Váci Mihály Társaságnak. A megnyitón szavalatával közreműködött Bodnárné Nagy Edit, valamint a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara. A kiállítás augusztus végéig ingyenesen megtekinthető a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében.